Rendkívüli közgyűlésen tárgyalta meg pénteken Szekszárd város képviselőtestülete az Éljen Szekszárd frakció szervezeti és működési szabályzatról szóló előterjesztését. Múlt héten is napirendi pontra volt tűzve, de Ács Rezső polgármester felfüggesztette a döntést a következő ülésig. Az előterjesztés arról szólt, hogy az Éljen Szekszárd tagok kezdeményezésére 8 munkavállalóját küldeni el az önkormányzat. Zaják Rita képviselő most módosította annyival a beadványt, hogy egy plusz posztot hozzanak létre, a szervezeti igazgatósági vezetőt. Ő átveszi a hamarosan elbocsájtott aljegyző néhány feladatát. Annak az aljegyzőnek, akire az Éljen Szekszárd frakció szerint nincs szükség. Ács Rezső szerint viszont óriási hiba volt az elbocsátások megszavazása. Jelentős mértékben csökkent a hivatalnak a teljesítő képessége az elmúlt hónapok alatt, hiszen önként az októberi választás óta 11-en távoztak a hivatalból, jogszakemberek távoztak a hivatalból, és ez a folyamat ez megy tovább. Minden héten szinte valaki távozik, most erre ráerősít a közülés még ezzel az 5 fővel. Az Éljen Szekszárd frakciója által előterjesztett SMS módosítás következménye, hogy 8 embert elbocsájtanak a szekszárdi önkormányzati hivatalból. Én nagyon tartok attól, hogy a következő időszakokban ez a hatósági munkára is kihatással lesz, ügyek intézésére is kihatással lesz. Végérvényesen, vagy végelemi azt tudom mondani, hogy a hivatalnak a szolgáltató jellege fog sérülni, és a szekszárdi állampolgárok fognak nehezebben ügyeket intézni, lassabban ügyeket intézni, és sokkal macerásabb lesz a hivatallal való kapcsolattartás is. Napirendi pontok között volt még a minden évben beadott és megvalósításra kerülő járdafelújításról szóló pályázat. Idén 117 millió forint értékben újít fel az önkormányzat gyalogutakat pályázati segítséggel. Ezen kívül Máté Péter frakcióvezető javaslatára gyalogátkelő helyet alakít ki az 56-os főúton, a város déli szakaszán saját költségvetésből az önkormányzat. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az Éljen Szekszárd frakció vezetőjét, aki egyetlen kérdésünkre sem válaszolt.